Üdvözlünk mindenkit, sziasztok, ez egy újabb GTA 5-ös videó, aki itt van, Martin, hello, szia! Hali, hali! Na, rakd el azt a bicskát! Szóval, az a lényeg, hogy ebben a videóban autót fogunk tuningolni, Martin egy ilyen Sevestrát, egy régi RX-3-as Mazda, de hát nem én vagyok a szakértő, hanem a Martinom, ő a nagy autószakértőnk. Én egy Emeruszt fogok tuningolni, már csak azért is, mert most akciós gyerekek. Hát így bizony, mit tudom én. Az a lényeg, gyerekek, hogy Black Friday van, és itt ez az Emeruz 2.750.000-ről 1.650.000. Ezt Martin ajánlott, hogy vegyem meg ezt az autót, mert nagyon-nagyon jó, és ugye mivel sokat megyünk ilyen stand pályákon, ugye szuperautókkal főleg, ott azért használt vehetjük, mert hát jól irányítható és gyors. Hát ezért a pénze nagyon-nagyon jó választás, úgyhogy én már szerintem meg is veszem. Hát már csak a színen gondolkodom, bár úgyse az lesz a színe, de egy ilyen feketét bekockáztatok. És ide kérjük, Eclipse-be fogom ide kérni. Ugye azért most volt nekem 10 millióm, mert mostanában farmoltunk, hoppá, rosszat nyomtam, nem így. Szóval mostanában farmogattunk GTA-ba, ugye a klubba is, ugye a, mi az már a nightclubba is, ugye dupla eladás volt, ott is annyit játszottunk, hogy valami 1.650.000-es eladás összegyűlt, meg ugye dupla pénz volt az eladásokra, azért mondom, hogy volt, amikor ti ezt a videót látjátok, akkor már nincsen. Egyébként az a durva, hogy most lett a videó elindítva, és megint esik az eső, de tényleg abban a pillanatban, amikor elindítottuk, szóval hát ez már jó, csak ilyen. Minden tuning videónál esik. Hallod, Martin, gyere már egy kicsit. Gyere. Ami valami hülye beállt idővel BMW-vel nézek, hogy összetört, valami hülye volt. Na, gyere. Ha már esik az eső, úgyis is megázunk. Figyelj. Várjál már. Itt. Hoppá! Baszta mindenségit. Ne. Uram, fékezze magát! Nem mehet? Na. Figyelj, hello! Várjál! Hoppá! Mi? Mellé estén is túlélted? Ja. Azt a rohadt! Várjál. Merre kell itt? Valam. Na, azt lépcső. Már kergetnek a zsernyákok. Egyébként Martin autójára is kíváncsi leszek, hogy milyen ez. Na jó kis JDM. Már a... kipróbálom most. Jaj, ne! Mi, X? Hatom, hogy gyere egy picit. Hú, nem rossz. Na? Gyere föl. De megégek. Nem baj, gyere föl. De várjál! Ez a lényeg. Égek, Martin! Jaj! A mellé estem! Hallom, mellé estem! Várjál picit! De ne! Gyere, ugorj, Martin, gyere! Ne, me égek! A vízbe! Égek, tesó! De várjál! Most ugorj, gyere! Nem mersz! Ne! Ne gránáttal! Az úgy jó volt! Ja, ez kicsit félre sikerült. Jó van, akkor nekem megjött az autóm. Na akkor, zsa. Hát akkor begyük a tuning bűhelybe testvérem aztán. Na de legalább most már rendőrök sok. De ez miért villog? Húzzatok már innen, kösz. Na nézzük ezt az Emeruszt. Kíváncsi vagyok. Ember öltő óta nem vettem szuperautót a GTA-ba. Hát a Krieger egyébként némely adat szerint jobb. Meg azért versenyeknél is azért a Krieger jobbnak bizonyult. De hát az drága, ez most akciós. De ennyi pénzzel egyébként 1.6-ért kurva jó. Ja, én azt hittem, hogy nincs rajta alapból ez a szán, te. De rajta van. Ó, és nem lehet levenni? Biztos lehet. Ma vegyük már le, mert... A jó kis McLaren. Na ennyi. Pimp My Ride, vagy ahogy régen az osztálytársam mondta, Pump My Raid. Mi? Let's go. Ezt mondta, hogy az nem Pimp, Pump. Pump My Raid. Igen. És akkor Exhibit Chucky volt? Wow! Figyeld! Wow! Opa! Na, mit csinálta? Micsoda drift volt. Hát igen, amikor az esőben nem a legjobb, de... Na. Megjöttünk Miguelhez, ugye hűségesek vagyunk, mindig ide járunk hozzá, tehát. Igen. És tudok erre fegyvert tenni, mi a szar? Mi zsira tényleg? Aha. Hú, gyerekek, rakjak rá 50 000-ért armort. Hát, kell rá tenni, mert az jó, hogyha van.
Na hát akkor gyerek, és szórjuk a pénzt, mert megérdemeljük, mert csomót farmoltunk. Nézzük is a kipufogókat. Hát ez az. Nem tudom, erre a kocsira szerintem jobban illik ez a négyszögletű kipufogó, mint ez a kerek. Aha. Nézzük az elejét. Azt a rohadt, de jól néz ki, gyerekek. Vad. Nagyon vad ez az autó. Ez is megvan. Duda egész jól lehet tudni gondolni ezt a Mazdát is. Tényleg? Ja. Ló, van library is. Wow! Tettő csomagtartó, az kell-e? Van ez, ami... Azt hiszem a tiéd is, ugye ez a narancssárga színű. Progen. Aha. Van rajta mindenféle ilyen reklám. A Zanussi, meg Ráma, meg mindenféle ilyen. Nézd meg, mi milyen van. Ez se rossz. Ez is nagyon jól néz ki. Ez a kék színű. És ennyi. Nagyon-nagyon jól néz ki. És ugye hozzá ilyen... Hát szerintem ehhez inkább ilyen matt. Matt fekete illene. No de 23 ezer, te jó ég. Na jó, nézzük. Amíg normális izé lökhelyt, ott nem lehet erre kapni. Tényleg? Na. Te a kipufogó olyan ocsmányú kilóg. Hihetetlen. Tényleg. Viszont rajta hagyom a gyárit, vágod. Nem tudom. Na de is most ez. Hát változtatom itt a szint a másodlagos, de igazából ez a library ez mindent eltakar, szóval ez ilyen kicsit ilyen, nem tudom, az Zambó Jim is. Vagy nem, már el? Ja nem, nem, jó, megvan, megvan, jó, hál' Istennek, csak itt már elnéztem ja, a van dolgukat. GT Fender, szóval ez mondjuk az egy elég menő. Hát ez nem tudom melyik szín illene, mondjuk ez nem rossz, kicsit ilyen. De van egy ilyen, egy ilyen front, ami esküszöm úgy néz ki, mint a Golf 2-es, bassz meg, hát nagyon kemény. Mit csoda, tényleg? Ah, most egy ilyen főrakom neked, nem mutattam, de kurva nagy. Vagy nem tudom. Esküszöm. Az a baj, én még annyit variálok, hogy milyen színű legyen. Mert sok szín nem illik, viszont ez a fehér, ez jó. Szóval néz. Milyen library-k vannak rá? Hát alószart nem néz ki jól. Fekete! Vagy... Előbb volt ez a... Piros az nem. Volt ez a sárgás. Aha, ez se rossz végül is. Egyforma színű. Legyen ez, gyerekek! Narancs színű. Oké, akkor... Trinkol, az még úgy egyelőre nincsen. Nézzük a tetőt. Itt is lehet változtatni, hogy milyen legyen. Ha lehet karbonból a tető, de hát nem tudom, az nekem valamiért nem jön be. Ja, lehet ilyenre, ha nem rossz, de szerintem maradjon ez a sima alaptető. Bár végül is ez a karbon, ez most 2800 dollár. What? What? Ez mondjuk, de mi, hogy néz? Aha, ugye. És ez kerül 16 ezerbe, az jó. Akkor mindegy, akkor megvesszük. Na, spoiler! Hát figyú, aha, lehet váltó, hát! Ez nem rossz, viszont csak középen csatlakozik ez meg olyan, hát olyan, nem tudom, egy kicsit olyan. Engedjesz? Ha. Hát ez is, gyerekek, azt a rohadt! Micsoda! Mondjuk lehet, hogy jobban néz ki, mint ez, ami így hátulról jön ki. Hát igen, a library-ket azért. Ez street spoiler, érted? Street. 21 ezer dollár. Egy isteni nagyon street. El lehet biztos költeni, nem is tudom mennyi pénzt. Turbo az. High-end, chrome. Ocsmány spoilerek vannak, hát atyaék. Ó, mindjárt meg. Meghegesztjük. Nézem itt én is itt a chrome felniket, hogy melyik illene hozzá. Ez a GT, ez jól néz ki szerintem. Még úgyis kicsit leültetjük. Ha tudjuk. Igen, nem tudom, hogy nem lehet. Oké. Okay. Hát ez mégis nem kell rá golyóállóz. Mindenféleképpen. Aha, nem. Ja, nem. Nem lehet leültetni. Hogy? Ezt az autót.
Ugyanúgy, mint a Kriegert. Krieger. Az se lehet? Nem. Se lehetett. Na, nem rossz, nem rossz. Hát figyelj, szerintem elkészültem. Végül is ez a spoiler már kicsit barátságosabb. Hát elköltöttünk egy kis lóvét. 2 milliót költöttünk körülbelül, ugye 1.650.000 volt az autó, és hát nagyjából ilyen 300-at. Na, éj, az is narancsárga. Na most lebuktunk, Martin. Na, most lebuktunk. Na nézd, ezzel értem, te 2-es goffa. Ha tényleg? Kurva. Hát Martin, most lebuktunk, hogy soros bérencek vagyunk. Azt a mindig. Várj, hadd ezzel meg a kocsidat, Moretz. Nem rossz ez az autó, gyerekek. Nem rossz. Az biztos, hogy majd lesz ilyen live vagy videó, akkor ezt fogom hozni. Cseréljünk kocsit, na anyu. Ja, mindegy. Én még kisebb próbáltam, de már Martinnak adom. Hát, lehet veszek én is egyet. Kurva jó hangja, tiszta ilyen, van kell. Aha. Asztalot, elül az a turbó. Nagyon meddő. Adom. Opa. A frontot biztos le fogom cserélni, de esküszöm, hogy Golf 2-es. Parádi. Nem rossz. Van ez melyik kategória? Ez a sportklasszi. Sport? Ja, és tényleg sportklasszi. Azért megy rendesen, hallod? Jó, hogy jössz utánam? Aha. Nem élsz utol? Megy, mint a golyó, bazd meg. Azt figyeld. Jön, nem. Csontra nyomom a izét. Mi a szar? Jó, azért foglak. Azért mondjuk ez durva. Hoppá. Mert vigyük ki ide a... Nyomjunk már egy ilyen repülőra, vagy nem repülőra, hát az a... Mi megállunk egymás mellett. Akkor dobok egy gránátot. Oké. Okay. Hát nincs, azt elmegy mellettünk. Micsoda?! Jó, azért... Jó, nyilván, hogy... Így lehet, hogy azért elmegyek, jó? Hát így... Hát igen, ez a kipufogó nem a legszebb, de... Még talán ez a legjobb. De egyébként tartja a tempót, az a durva vágó. Mit? De várjál, te most max gáz nyomsz? Most padlón nyomom neki. Micsoda, de ne szórakozz! Mondom, hogy padlót nyomok neki. Hát igen! Hát nem viszont... Móti, üljünk már! Hát ez hihetetlen. Kicsi a Golf, de erő, majd sem Mazda. Gyere, let's go. És az a durva, hogy ez a Emerus, ez még jól is néz ki, tehát olyan ronda szuperautók vannak, hogy az ami hihetetlen. És hogy jön azért mögöttem? Tartom a tempót. Azért ez nagyon durva. Tudod, ez amikor rájössz, hogy kidobsz 2 millió dollárt, és vettél volna egy ilyen kis izét. És tartom már. Micsoda? Szóval mindjárt meg! Hát mi van, gyerekek? Mi van? No ne! Én ezt nem bírom. Mi a fasz? Hát nem gondoltam. Hát nem jó ez a... Én valami rossz ebben a játékban, hallod, Martin, itt valami... Hát írok a Rockstarnak, de komolyan. Azért ez nagyon durva. Hát hagyjuk már! Padlót nyomsz te is neki. Igen. Azt a rohadt tőlem. Lehet egy 9-es TD van benne, nem is mondtam. Várj, mennyit mutat az óra? Mondja meg is nézem. Ja, nézzük már. Az a baj, nem látom jó, de én... Csak nem ennyire 120. Az Emerus végsebességre. Hát én nem tudom. Hallod, lehet mindjárt... Kriegerekkel csatáztam meg azért. Meg Emerusokkal jöttek ellenem és rongyá verték a Krieger. Stunton legalábbis. Az a baj, nem látom innen. 100... Hát várj, az a 90, 120, 160 szerintem. 160, én hagyom le. Hát én 130-an megyek. Ja igen, mert az mérföld. Ja 130 volt, 130 szerintem. Hát igen, jó. 130, igen, hogy ez mérföld. Ja. Jó. Jó. Hallod, hozzak egy T20-at, megnézzük, hogy... Ez nagyon durva, hallod, hogy hát így ez... tudja tartani. A gyerekek, ez a... Hogyan dob ki 2 millió dollárt, vát? Jó, de hát ezt nem tudom használni, szuper. Ja, hát aztán, jaj, még ez igaz.
Viszont a Subaklasszikban lehet, hogy jó lesz valamikor, ha esetleg lesz olyan kategória. Nem is tudom, hát végsebességben ez az Emerus milyen, de... Szerintem maximum van a végsebessége, nem? Ja, jó, most már mész el rendesen. Igen, mert most lejtő volt. De azért... tartja a bazd meg a sebességet. A gyerekek... Hát ilyet, micsoda performance! Várj, megvárlak. És elengedtem egy kicsit a gázt. Szerintem utol fogsz jönni. Kicsit rajta, lehet átszínezem feketére. Ja, itt? Ja, tényleg itt vagyunk. Hoppá! Köszönöm szépen. Hát én is bejövök szerintem, nem tudom mit. Kéne váltó, végül spoiler az jó, teteje jó, az eleje jó. Annyi, hogy nem lehet leültetni, bár egy kicsit szerintem elbírna egy kis ültetés, mert azért látjátok, ott van ott elég. Ne, Tomó! Mi van? Ez mennyire epic magyar tuner golfosoknak az izé a gréje. Micsoda? Arra megjavítom az autót, már jövök. Hol? Ez mennyire epic. Jövök, 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 jövök. Rengeteg golfon volt ilyen. Kurva jó. Ugye? Micsoda? Szemöldök. Azt... Mennyi golf kettesen volt Osztorolt életbe. Aha. Rohadt nagy. Hú, de az a két túl... Várj, de az forog, hogyha beindítod? Aha. Azt a minden jó meg van csinálva, zseniális. Hát azért figyelj, az egy dupla turbó, nem is csodálom, hogy utolérsz, tehát. Főleg, hogy ott ömlik be a levegő, érted? Hát igen. Hát ez az Emerus meg gyerekek, ez ilyen nyugdíjas kocsi, most ne azért finomítsuk, tehát ez ilyen... Ezt tudod, hogy hova való az Emerus? Várj, mindjárt kijön a Martin, akkor megmutatom. Várjál, csak gyors, nyomok egy ezért. Új szintre. Én alig talok itt egy burnoutot. Hát, ha vannak itt lányok is látják. Jóvár nincs. De ott van... Na, ott egy csaj, pont most veszi le a... Pont most veszi le ezért pénzét bankautomatánál. Ezt figyeld, figyeld! Várj, ide állok. Na mi van, nem megy? Segítsek! Hölgyem? Van, én segítek neki. Jó napot kívánok. Segítenék önnek levenni a pénzt. Várjon. Hogy tetszik lenni? Ő nem bekapta a gép esetleg a kártyát, vagy mi a probléma? Kártya. Igen, igen, látom, azt mondja, hogy insert kárt, hölgyem, hát ahhoz, hogy pénzt vegyen ki, az előbb kéne kártya. Énnek az? Hölgyem, kicsit menjen arrébb, legyen szíves, mert akkor megnézem, igen, itt a... Itt ez lehet a probléma. Fú, hallod, hát... Nem tudom, ennek az autónak melyik színálna jó. Fú, gyerekek, hát... Jó, piros. Hát láttam már szebb NPC-t is GTA-ba. Hát diked, de szép a fogad, hallod? Hogy csináltattad ezt? Te így, de szép kéződ, szemed van, te úgy nézel ki, mint a kobra. Annak van ilyen szemed. Nyilván hagylak itt, mert... Várj, azért még oda durrantunk egy picit, figyelj. Martin, te mit csinálsz? Jaj, vigyázz, ívével vigyázz, csak... Várj, azt a rohadt! Hoppá! Majdnem ezt vigyed! Micsoda! Így meg fogom ütni! Ujj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 
halálos találkozón, tudom. Micsoda? Túlélte? Na, ez, gyere ide, Martin. Egyet mondok neked. Most, hogy előbb leelőztél, gyere ide. Tudod, hogy hova való? Hoppá. Mit csináltál, te állat? Véletlen neki ment a benzinkútnak. Véletlenül. Na, hol vagy, Martin? Hol? Pont jó vagy. Ott vagy-e? Nézd meg, megmondjam, hogy hova való az Emerus. Várjál. Na, hova? Ide a földre, ide. Húzni a ezért, ekét. Az egy ilyet is... valami ezért. Traktort, várjál. Ide való, nézd meg, így-e. Ja, látom. Szántani. Ha,
anyál akkor. Nem, de amúgy tényleg ezen, tehát most ettől eltekintve tényleg megéri szerintem az ember. Tehát 1 millió 6 ér. Nem is tudom, hogy a T20 az valami 2 millió, nem? Vagy most mindjárt meg is nézzük, gyerekek, ha már itt vagyunk. A T20 is most le van akciózva. Az is le van? Na, akkor az is nagyon-nagyon jó választás. Igen. Mondjuk hiába mondjuk már, akkor már nem lesz akció, mikor látják a nézők. Nyomjon meg egyet az Emerus versus Jester Classic. Na, csapassuk. Csak nekem van a paraszt. SC1, az se rossz egyébként. Van ez a Wagner, hát ez ilyen szkik. Az is jó autó egyébként. Nem szép, de az is jó kocsi. Asztalat, hallod, ennyi update jött már a T20 óta, amit, ha itt van, 880 ér! Hát, igen, csak ugye olyanom már van, nyilván olyat azért nem veszek, de... Na jó, akkor mehet a OG lokos, mi ez, Supra? Jaja. Na várjál, hol? Hát csak mennyi, meg kíváncsi vagyok, hogy tudja a Supra azt a lépést tartani veled, mint mondjuk a kis Mazda. Akkor lehet, hogy a szerver lagokkal van probléma, vagy nem tudom. Hát lehet. Lagát. Hát igazából ezt versenyeknél tudnánk igazából megnézni. Mi a? De esélyem nincs közelebb kerülni. Nem. Mint a Mazdánál, hogyha ezt a tempót nézzük. Ez a Mazda az durva átlépett. Hát az... Meglepett. Martin. Wow. Hol várjál, ugrassunk már valahol egyet. Ugrassunk be a izébe. Zankuldóba. Let's go. Ja, de most már nem fognak minket kergetni, mert most már ott van a izé, hát az a... Na, de rossz. Elvették ezt a kis bopát. Elvették ezt a kis apró örömet. Várjál, jövök. Lemaradtam. Hogy nem lehet ugratni. Nem, majd ott a Zancudónál kicsit még odébb. Martin, mit csinálsz? Jaj, nem ezt a LOL! Ne, föl fog robbanni! Kirobbant bele. Asztalat! Ne, se frit út, ne! És nézd meg a hetesse. Hoppá. De ne rám lögd. Hallod? Ne, lökjük le az autókat a hídról. Jó. Várjál. Csak az a be rossz a görgő, rossz a... Megjelen a görgő, de mindjárt meg... Itt van. De várjál, ne, hogy oldalt, aki oldalt van, például azt. Nem jó. Ezt. Nem jó. Oldalt, oldalba. Az van, jönnek már zsekák. Ah, nem baj. Várjál, oldalt. Várjál, figyelj. Azaz! Nem már, mert le fogják foglalni az autómat! Ne! De nem jó, Marti, le fogják foglalni az autóinkat, bak! De ne! Ja, mondjuk így jó. Így jó, köszönöm szépen. Azt a rohadt. Milyen szép ez a híd. Ez a Petőfi hídnak a... Igen. Konstrukciója, igen. Ez a McLean látom. McLean. Tényleg amúgy már lehetne róla elnevezni szerintem egy hidat. Te is szerintem öld meg magad, várj, menjünk már vissza. Hát engem inkább hasba lőttek. Ú, bakker, akkor neked mind lefoglalták. Csak a Suprát. Ja? De az nem foglalták le, vágod? Nem. Na, gyere már ide. De várj, de akkor is elkezdenek kergetni, hogy csak random lövöldözünk. Igen. Igaz, de rossz, de miért? Hát nem bántjuk az embereket. Nem. Á, ez nem. Ez nem éles. Hát ez nem éles lőszer, ez csak ilyen pritty. Csak ilyen 60 métert zolnak lefelé végül is. Hát de nem, hát csak egy ilyen pritty fegyó. Ez egy tücsi pisztolya a Men in Blackből. Várj, hol vagy? Hát ledobott ilyenkor. Általában hídon meghalsz, akkor ledob ide azért a mezőre. Hát ott fut a Martin, hallod? Ott fut. Hol? Ne! Talált? Nem. Várj, megpróbáljuk, figyelj. Hoppá. Hát ezt a renderoltot elég rendesen leküldtük, meg is nézem, hát ha még itt van valahol. Az vízbe esett szerintem. Az biztos, hogy vízbe esett. Várj, hol esett le? Kb. Itt. Csúri render. Bejött dolgozni azt. Ja, aztán. Hát, ja, eltűnt. Majd GTA 6-ban megtaláljuk.
lesz egy és előtt. Ja nézd meg. Azt mondja McLean híd. De tényleg ezen. Itt van valakinek a vére is teljesen itt szét lett. Szerintem az enyém, nem? Nem tudom, vegyek mintát, vagy? Bakker! Majdnem leestem a... De már hol vagy? Ne engem! Hallod? Nem jó. Az megvan! 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 Azt a rohadt! Az vízbe esik. Ne mellé! Túlélte? Ne mellé! De várjál! Ott! Az hogy ment mellé? Helye, figyelj! Azt a jújj, miért szlájdolt! Már ez föl, figyelj! Mi?! Azt! Hát ez elcsapott. Fölrobbant! Hallod, fölrobbant pont akkor! Érted? Micsoda? Nem menjek érted. Na! Uram! Helye. És mit csinálsz? Megint üldöznek a rendőrök. Ne, jó, itt van izé bazárt, hallod? Várj, fölmegyek ezzel. Jó, várj, csak akkor tudsz, hogyha a Ceon-ba vagy, várjál. Jó, várjál. Erre most már tudod vezetni. A tökön fog gyalogolni. Na csak figyelj, most kontroller nélkül fogom vezetni ezt a repülőgépet. Mi a? Hát Tika, miért kerget a rendőr? Meg gondolom engem is kergetnek. Hát de, én nem csinál, leesett! Hát igen, hello. Leesett az a leesett, majd azt hittem, hogy leesik a rendőr. Várj itt a csajét. Ott a rendőr. Az! Gyere Martin! Várjál, meg lesz! Megvan, majdnem. És előttnek vágod? Azt a rohadt, McLean, ez tényleg lesz, ez meg, innen. Hol van? Ezt izé, örök élete, jó lenne ezt játszani. Nagyon jó lenne. Tapadni a népet. Jó. Bakker, mindjárt lelőnek! Fél, nézzük majd egy másik utat. Lol. Nézzük majd egy másik utat, Jameson. És akkor legalább nem fog minket dobni ide a izére. Hello! Leesett a rendőr! Leesett a rendőr! Mi volt ez a hangtom? Meghaltam. Ennyi. Megöltem magam. Kész! Let's go! Azt hiszem, kicsit tovább megyünk, akkor lesz még egy híd, és ott is lehet ökörködni. Na erre, hol van az autóm? Hozd már ide az autómat! Most te vagy az, tudod, ez a fiatal srác, akinek adok $50 borravalót. Mondjuk hozzá az autómat. Te autóval mész? Aha. Az jó, mert nem úgy mutatta, se nem tudom milyen. Jó, aha, és nézek, kitépi a csajt. Fú, mondjuk ez elég, hát... Kitépi? Nem te tépted ki a csajt? Nem. Itt futott van. Ó, az az én autóm! Hozzad, vérem, hozzad! Na, let's go! Hát ez nem rossz autó ez szerintem, nem? Nem, egyáltalán nem. Igaz, hogy én is lefutom, de jó, teljesen. Egy hatér nem rossz. Viszont ami tényleg jobban megéri, az a T20. Az egy 800 ér, az... Ugransuk, mehet be azért a Zenkúdónál. Várjál. Vagy inkább menjünk tovább ott a hídnál? McLean! Menjünk tovább ott a híd fele, és meg lesz! Ennyi mi van? Szevasztok! Ez nem is tudom hányszoros üzé volt ilyen. Nem tudom, de ezért sok XP-t kapni. Mondjuk egy underground. Ez ilyen oldalflip. De az a gond, hogy itt is megkülünk ledob a tengerpartra. Szerintem. Vagy nem? Hát nem tudom. Hát nézzük meg. Azt mondja, nézzük meg.
Erre. De egyszer lőjük az autók. De az a baj, itt ez nem annyira oldal? Meredek. Jó ez, jó ez. Jó. Melyik oldalt? Hát nem tudom, de egy GT, hagyjál már! Figyelj! Mehet, 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 mehet! Figyelj, alá, 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 alá! Oszta! Oszta! Mi lesett? Engem eltálltam még. Oszta! Ott van benne vízbe! Figyelj, ezt nem ok. Jó! Boom! Boom! Sonic boom! De ez csak az a baj, oldalra az fog. Az a legyen, mert rossz, az nehéz. Figyelj! Hoppá. Vigyázz! Mart! Jaj! Figyelj! Tomo! Tomo, ott van! Ah. Ott várjál! Vigyázz! Ne, jönnek a zsekák! Most mit izéljétek már? Örüljetek nekem, hogy megforgattalak. Meg fogok halni. Kéne keresni, hogy faszra jutott egyébként. Majd. Ha mondjuk nem dobál le minket ezére, mocsárba. Hát ez most nem jött össze. Na mindjárt srácok, szerintem ennyi lett volna ez a kis tuning videó, ami hát ilyen tuning videó per ökörködés per egymás autóját kipróbálós per másik autóját szidós per Everus per szar. Úgyhogy srácok, tetszett a videó, csapassatok egy lájkot, köszönöm szépen Martinnek, hogy itt volt, köszi a figyelmet, sziasztok! Hello, hello!